Egy gyors mozdulat és bent is van a tű, már folyik is a vér a gyűjtőzsákba. A szekszárdi polgármesteri hivatal véradására Kilián Máté érkezett az elsők között, ő már gyakorlott segítőnek számít, 20. alkalommal nyújtotta a karját. A véradással ugye az ember folyamatosan frissül a saját vére, tehát tulajdonképpen a saját egészségéért is tesz, legalábbis én úgy gondolom. Az pedig, hogy ezzel egyébként másokon lehet segíteni, az már csak egy külön plusz. Úgyhogy én rendkívül fontosnak tartom a véradást. Nagyon jó, hogy a polgármesteri hivatalban ezt így megszervezik a kollégák. Az önkormányzat egy évben 3 alkalommal biztosít lehetőséget véradásra. Ilyenkor átlagosan 20 fő szokta a karját nyújtani, mondja Gyurkovics János alpolgármester, aki egyébként saját tapasztalatból is meg tudja erősíteni, hogy mennyire fontos a segítségnyújtás. Nekem is volt egy egészségügyi problémám január elején, és én is 4 egységnyi vért kaptam. Lényeg a dolognak, ezt 4 embernek le kellett adni. Másik része a dolognak ez a közvetlen véradás, de azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok gyógyszer is készül a vérből, és ha minél szélesebb teret tudunk biztosítani ennek a humánus tevékenységnek, az nagyon-nagyon jó dolog. A nyár felé közeledve egyre több vérkészítményre van szükség, mert ilyenkor megnő a balesetek száma. Az alpolgármester elmondása szerint egyébként évről évre emelkedő tendenciát mutat a segíteni akarók száma a hivatali véradásokon.